If your metro don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, you're the sun. If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go. Szóval, kedves nézőink, ma babaházat megyünk nézni. Egyelőre titok, hogy hova. Énekeltetni szeretnél? Igen. Köszönjük a számon el a gyors hajtástól. Nem is látszik a tábla túl a fától. Elegem maga az igazságtalanságból. Undorítós, mi van a bokor bölül kamerázó. És a tüntetés a magyarázó. Ezzel a harcot elnullázó. Sok a duma, de hogy a reggel tippel az most jövő szegő félek. Mind csak szokálok és védek. Sok is ad már a pénzed. 30 euró védek. Nem fizesznek semmit, nem jár el, nem nézd meg. Csak azért vagy itt van a Sziasztok! A mai napon innen jelentkezem a Windsor kastély elől, és ezt fogjuk bejárni, plusz itt van egy nagyon érdekes babaház, amit már említettem a kocsiban, úgyhogy azt fogjuk megnézni. Nézzük a videót! Voltunk benn, ahol ezeket a lakosztályokat lehetett megnézni, de hát sajnos nem lehetett fotózni, sem filmezni, úgyhogy ez most kimarad. Szóval itt van Anglia legrövidebb utcája, és azon fogunk végig caplatni, ami körülbelül 15 méter. És nem fogjátok elhinni, hogy ennek az utcának a végén mi található? Egy kocsma. Hát körülbelül itt is vagyunk, meg is fordulok. És látjuk. Itt a kocsma. És itt az utca. Itt 15 méter. És az utca neve, mi is lehetne más, mint Queen Charlotte. És itt egy múzeum. Kérdés, ahova... az utca neve Queen Charlotte uralkodásának hosszúságára utal? Azért kapott rövid utcát, mert rövid ideig uralkodott? Utána fogunk nézni. Szóval azt tervezzük, hogy itt található a királynő séta útja. Kicsit hülye hangzik. Szóval két óra alatt lehet bejárni, de mielőtt ezt megtennénk, ebéd, nagyon éhesek vagyunk. Itt értünk ajánlni a Wetherspoonba, ez Angliában az egyik legjobb pub, szerintem, és az a jó benne, hogy bármerre mész, megtalálható ez az étterem, vagy pub, viszonylag olcsó, és a kaja nagyon jó. Szóval nézzük meg, hogy mi a kínálat. Eszek egy rántott húst krumplival, és Dórán keszik egy csirkés rakkot. Egészségünkre! Menjünk tovább! Thank you.
Szóval így a délutáni ebéd után még körülnézünk egy kicsit a városban, hogy mit nem szabad csinálni, ugyanis benne kastélyban se fotózni, se videózni. Nem szabad továbbá drónt és egyéb propelleres vagy repülőeszköz vagy mechanikai eszköz használni például a parkban. Azt nem tudom, hogy ezért büntetnek-e, hogy én itt fogom a kamerát és így beszélek hozzá, de nem tudom. Itt mellettünk épp a katonaság van. Nem tudom, hogy itt lehet-e felvételt vagy bármit is készíteni. Mondjuk nincs kiírva, úgyhogy én készítek. Szóval nézzünk körül a városban, és ha van valami, amit nem szabad csinálni, feltétlenül megosztom veletek. Hát szóval azért azt el kell, hogy mondjam, ha itt laknék, lehet, hogy nehezen tudnám megszokni az, hogy körülbelül így percenként zúg el a fejünk fölött egy repülőgép, ugyanis nem messze van a Heathrow, mint reptér, úgyhogy hát és most éppen fölöttünk elhúz egy bizony, ezt hallgatni egész nap, és egymást érik a repülők, már látom a távolban a következőt. Röhely. És hát megint egy repülőgép, és mellettünk egy gyönyörűséges templom. Ezt fogjuk most körbejárni. Egyébként egy kifejezetten szép város, csak semmit nem lehet itt csinálni, ami a technológiát illeti. Na visszamegyek a járdára mielőtt rám dudálnának. I'd run a thousand miles if I could run with you. Ezekkel a képekkel búcsúzom, remélem találkozunk legközelebb hamarosan. Minden jót!